Köszöntöm Önöket a Házikoszt mai adásában, egy paprikás harcsafélét fogunk elkészíteni gyümölcsös friss salátával. Lássunk hozzá az elkészítéséhez. Mivel ez egy nagyon gyorsan elkészíthető étel, ezért én már a serpenyőt melegítem is, közben elkészítjük a paprikás tisztes keveréket, amibe beleforgatjuk a halat, a halat pedig sózzuk és borsozzuk, lássunk hozzá. Szórjuk bele a lisztet egy tálba, és keverjünk hozzá fűszer paprikát. Mindenkinek azt javaslom, hogy csemege paprikával készítse el, hiszen ha csípős a paprika, nem biztos, hogy annyira élvezhető lesz majd az ételünk. Remek! Jöhet a parfilé. Gorcsából fogjuk ezt elkészíteni, és vastagabb csíkokra vágjuk a halat. Meg is vagyunk. Forgassuk bele a díszbe. Jó forró már a serpenyő, úgyhogy önthetjük is bele az olajat. Nem bő olajban sütjük, hanem viszonylag kevés olajban. És már rakhatjuk is bele a halszeleteket. Elkezdett már sercegni, úgyhogy biztos, hogy jó meleg a serpenyő. A halszeleteket sózzuk, illetve borsozzuk, és hagyjuk szépen sülni, készítsük el a köretet. Jégsalátát fogunk használni hozzá. Ugye a jégsalátát nyugodtan vághatjuk késsel is, hiszen nem fog megbarnulni. És már mehet is bele egy keverőtálba. Ezeket a nagyobb leveleket is még hozzátépkedem. És átvágom egy picit őket. Ez is mehet bele a... Jöhet hozzá rukkola. Arányaiban körülbelül egy harmadnyi rukkolát adjunk hozzá. És a salátára locsoljunk egy pici olajat. Jó, forgassuk egy picit át, rázzuk össze, és jöhetnek hozzá a gyümölcsök. Fügét fogunk hozzá használni. Egyszerűen csak cikkekre vágjuk a fügét, és így szórjuk bele a salátába. Közben azért figyeljünk a halra is, és lassan meg lehet őket fordítani. Sülhetnek tovább, körülbelül még egy 4-5 percre van szüksége a halnak, addig a salátával is elkészülünk. Narancsot is adunk a salátához, melyet először felvágunk cikkekre, és utána szépen kivágjuk a narancs húsát, és átvágjuk körülbelül 3-ba. De akár hagyhatjuk nyugodtan cikkekbe, akkor is ugyanolyan finom íze lesz majd. Megvagyunk a narancssal, adjuk hozzá a saláta alaphoz. Picit meg is nyomkodhatjuk, hogy a leve kifoljon, így nagyon kellemes, pikáns íze lesz majd a salátának. Használjunk citromot is a salátához, a levét fogjuk használni, úgyhogy a magokat megfogjuk, és átforgathatjuk a salátát. Jó, és végezetül hagymát fogunk még beleaprítani. Új hagymát fogunk hozzá használni, melyet egyszerűen csak karikára vágunk, és a saláta tetejére szórunk rá. Rázzuk össze a salátát, és így nagyon pici mézet még csempészünk rá. Nem kell sokat, de azért a citrusokat jó ízűvé kell tennünk még. Közben megsült a halunk is, úgyhogy már tálalhatunk is.
A salátát ráhalmozzuk a tányérra. Figyeljünk arra, hogy azért gyümölcs is legyen a tányéron, illetve a salátákból is jusson. És erre a gyönyörű salát a halomra már rakhatjuk is rá a halszeleteket. Még némi díszítés. Körülbelül 20-25 perc alatt ilyen finom, egészséges ételt tudnak Önök is elkészíteni. A receptjét megtalálják a műsor weboldalán. Az elkészített ételt fogyasszák egészséggel. Jó étvágyat kívánok!